Sütő András születésének 95. évfordulójára emlékeztek nemrég Marosvásárhelyen. Az erdélyi magyar íróról olyan személyek osztották meg emlékeiket, akik igencsak közel álltak hozzá. Erős volt, okos volt, fegyelmezett volt, nagyon céltudatos volt, gyógyulni akart, becsülte, tisztelte az orvosait, de mint mondtam, nekem soha nem a beteg ember volt, hanem a nagyon nagy drámaíró volt mindig a szemem előtt, úgyhogy nagy megtiszteltetés volt vele foglalkozni. Az igazság, hogy nagyon-nagyon szerettem volna, hogy jól legyen, és valahogy olyan annyi derű volt benne, hogy sokszor ő vigasztalt engem, hogy letörő, hogy fog ez menni, és nagyon reméltem, hogy soha nem fog kelleni elbúcsúzni tőle. Én az a szerencséget engem, hogy a Harag György nagyszerű kolozsvári lócsiszár előadásának a segédrendezője voltam, és a nagy élményem az, amikor Andris átjött az egyik főpróbára, és el volt állva, ragyogott. Tehát láttam az élete egyik legboldogabb pillanatában, és láttam az egyik legtragikusabb pillanatában, amikor ezek a tulajdonképpen büntetlen gyilkosok, mert ez gyilkossági kísérlet jogilag, hát a fél szemét kivették. Én ben voltam akkor a műtőben, de mondom, sokkal többször láttam boldognak, felszabadultnak. Büszke vagyok arra, hogy ilyen édesapám van. Csodálatos ember volt. Nem csak mint író, hanem mint ember, aki a családjával, az emberekkel törődött. Ugyanakkor meg volt egy hátulütője az egésznek, már kisgyerekkoromban az iskolában, amikor ugyanazt a csínyt követtük el, legalább 80 az osztályból, a többiek egy ennyit kaptak, hogy na, de igazán ilyet nem kellett volna, vagy valami hasonló, viszont nekem azt mondták, hogy neked, a Sütő András fiának ezt nem szabadott volna. Hogy miért nem szabadott volna, mai napig nem tudom, de ugyanez folytatódott későbben is. A kérdésre válaszoljak, hogy amikor nem kerültem be első körben az orvosi egyetemre, akkor a kárőrvendők azt mondták, hogy igen, mert az apja nem segített. Ha ki segített volna, bekerült volna. A második felvételi már sikerült, akkor pedig azt susogták, igen, mert az apja segített és benyomták. Szóval ezért mondom, hogy ambivalens, tehát kettős érzés egy híres ember fiának lenni. A nagy drámaíró, aki akkor a legbátrabb ember volt Erdélyben közöttünk, és az volt, ő volt az az ember, aki miatt azt hihettük, hogy itt még van esély az erdélyi magyarságnak. I.S. Gyula mondta annak idején, hogy a mai magyar irodalomnak Sütő András a reménysége, és ő itt van Vásárhelyen is, a miénk. Úgyhogy ez legalább annyira meg kellene tudni becsülni, hogy legyen neki egy szobra Vásárhelyen. A legjobb műveiben megkapta a tűt a színakozalban.